Dante születésének 750. évfordulójára emlékezve fiúkórus és orgona ünnep címmel, hangversenyekkel és előadásokkal igyekeztek közelebb hozni az orgonazenét az egri közönséghez. A háromnapos rendezvény nyitó hangversenyét az evangélikus templomban tartották június 19-én. Itt vagyunk Egerben, a csodálatos történelmi városban, és minden feltétel adott ezen a gyönyörű helyszínen, hogy egy olyan programot hívjunk életre, ahol a komoly zene a középpont, és meg szeretnénk mutatni a épített emlékeink legszebb ékességét, az orgonát. Lehet, hogy most a kultúra vagy a zene az kis hazánkba mellőzött. Ott csapódik le ez legjobban, hogy az új énekórák számát az általános iskolában lecsökkentették, és nem adnak az embereknek egy olyan iránymutatást, hogy ezt a kincset, amivel mi emberek rendelkezünk, az például az irodalmat, a költészetet, a zenét mindennapi kenyérként tudják befogadni és vele együtt élni, hogy azokra az élet nagy kérdéseire, amit mindenki feltesz az élete során, azért a nagy művészeknek a remek műveiben legyen az irodalmi alkotás, vagy képzőművészeti alkotás, vagy zenemű, választ tudunk találni bennük. Az idei tanévet egy fiúkórus és orgona ünneppel zárjuk. Ez folyik most egy háromnapos rendezvény keretein belül. A nyitó hangverseny ért most véget. Ezen több fellépő között az érseki fiúkórus is egy negyed órát énekelt, és a holnapi nap folyamán délben lesz az évzáró koncertünk, amit hagyományosan június elején szoktunk megrendezni, de most amiatt, hogy a fiúkórus és orgona fesztivál pont beleesett ebbe a júniusi időszakba, úgy gondoltuk, hogy össze lehetne a kettőt vonni, és így rendhagyó módon nem a Líceum kápolnájában, hanem a Trinitárius templomban, a Rossz templomban rendezzük meg ezt a koncertet. Ezt követően egy kicsikét még dolgozik a társaság egészen pontosan július 4-ig, majdnem folyamatosan. Kaptunk egy meghívást Bécsbe, amit jövő héten péntek, szombat, vasárnap teljesítünk. A Mozart Knabenkornak lesz ekkor egy 20 éves jubileumi koncertje. Ők voltak azok, akik tavaly a meghívásunkra részt vettek a tavalyi év fiúkórus és orgona fesztiválján, úgyhogy ez egy nagyon szép dolog, mert most ők visszahívtak minket, hogy együtt töltsük velük a jubileumi 20 éves koncertjüket. A zene világnapjához kapcsolódva egyebek mellett Verdi Rigoletto című operájából, valamint Dante isteni színjáték című művéből is hallhattak részleteket az érdeklődők.